én nem változtattam meg a véleményemet akkor is, hogyha van két döntése az Európai Unió bíróságának, hiszen Romániában a tavaly 110 ezer új autót vettek, 230 ezer úgynevezett second hand másodkézből vett autót hoztak be, és a 230 ezerből 40%-a 10 évnél régebbi autó. Tehát ilyenkor egy felelős állam azt mondja, hogy semmi gond, behozhatnak autót, szabad piac van, akár régebbi autókat, de akkor kell fizetni a regisztrációs adót. Az Európai Unió bírósága azt mondta, hogy a 2008-as törvény és a mai döntése se más. A 2008-as törvény diszkriminatív volt, mert akkor csak azok fizettek, akik behozták külföldről, aki itt regisztrálta, nem fizetett. Ezt úgy oldjuk meg, két döntésünk van. Az egyik, mivel többen fognak fizetni, mert a 2007. január 1-e előtt bejegyzett autóknál, mikor az első eladás lesz, akkor aki megveszi, az kell fizessen regisztrációs adót, hogy szüntessük meg ezt a diszkriminációt, de mivel többen lesznek, akik regisztrációs adót fizetnek, 20-30% között lecsökkentjük az adót. Tehát kisebb lesz, és visszaadjuk mindazoknak a különbözetet, akik többet fizettek eddig. Tehát ez a két döntés van a kormány asztalán. Én remélem, hogy két héten, három héten belül dönt a kormány, ez törvény lesz, hiszen a parlamenten át kell menjen, tehát valószínű, hogy az ősz folyamán fog érvénybe lépni ez a törvény, addig a régi törvényt alkalmazzuk, amely különben alkotmányos, tehát az Alkotmánybíróság ezelőtt három héttel döntött, hogy alkotmányos, és utána persze visszaadjuk azoknak, akik ebben az időszakban nagyobb regisztrációs adót fizetnek. Mekkora összegekről beszélünk? Ez mekkora terhet jelent az állami költségvetésnek? Hát kiszámítottuk, még jut majd pénz a roncsautóprogramra, a zöldházprogramra, és le akarjuk állítani, az az igazság, ezt a hullámot is, vagy csökkenteni. Látják, hogy mi van, hogy mindenki most bepereli az államot. Hadd ne feltétlenül az ügyvédek járjanak jól, hanem mindenki járjon jól, és én azért felhívnám a figyelmét azoknak, akik akarnak pereskedni az állammal, hogy egy kicsit türelmük még legyen, vagy mindenképpen visszakapják egy részét a regisztrációs adónak, és hát ez remélem így megoldódik. Mégis mekkora összegről beszélünk itt? Több 10 millió lej, több 100 millió lej? Nem tudjuk fel, valószínű, hogy több 10 millió lejről van szó, de hát csak egy példát mondok, a tavaly ebből a regisztrációs adóból kb. 750 millió lejött be az államkasszába, tehát mondjuk még magad annyi, hogy tudjuk zöld programokra elkölteni.